első versenyző, Szabó Ági virtuális irodaház. Azt hiszem, hogy az élet minden területéről igaz az, hogy mások akkor fognak benned megbízni, és te akkor bízhatsz meg bennük, hogyha te is bízol önmagadban. És a mai, meg a tegnapi kedvenc témánk, az intuíció elég nagy szerepet fog kapni abban a történetben, mert szerintem nincs róla többet mit mondani, kivétel nélkül magunkra fogunk ismerni. Fogadjátok szeretettel Szabó Ágit! Képzeld el, hogy a cégvezetés egy óceáni hajózás a végtelen vízen. Tegyük fel, hogy nincs nálad sem térkép, sem GPS, csak az ösztöneid és a megérzéseid vezetnek, mint mondjuk Kolumbusz Kristófot. Én így vezetem a vállalkozásomat, intuitív módon. És ahogy Kolumbusz felfedezte Amerikát, én úgy vettem észre a hazai online munkavégzésben rejlő lehetőségeket. Pénzügy számvitel szakirányon végeztem, közgazdász mérnök szakon, a pénzügyi mutatók sosem hatottak meg igazán. Ózdon nőttem fel, sokszínű hely. Ott olyan közelről láttam nehéz élethelyzeteket, hogy amikor vállalkozni kezdtem, joggal feltételezhető lett volna, hogy a pénzért kezdtem el, de engem nem ez motivált. Ugorjunk előre 20 évet. 37 évesen lettem anya, és egyetlen vágyam volt, hogy teljes értékű anyukája legyek a kislányomnak, és minőségi életet élhessek a családommal. Ez olyannyira sikerült, hogy a kislányom 6 évesen tudta meg, hogy bizony az ő anyukája is dolgozik. Egy zuhanyzás közben jött az ötlet, hogy miként valósítsam meg az álmaimat, és NAV alkalmazottként azonban nem kaptam lehetőséget saját vállalkozás indítására. Felmondtam. 2 év piacelemzést követően alapítottam meg 2019-ben a virtuális irodaházat, és hoztam létre a saját szabályaim szerint működtetett virtuális asszisztens vállalkozást. Ezzel új alapokra fektettem hazánkban ezt a szektort. Az online otthoni munkavégzés iránt érdeklődőknek megalkottam a virtuális asszisztens képzésemet. De ki tudja közületek, hogy kik a virtuális asszisztensek, kezeket felkérlek. Köszönöm szépen. Sokan azt gondolhatják, hogy ők olyan anyukák, akik kisgyerekkel unatkoznak otthon, és 2 pelenkázás között ráérnek posztolgatni. Az igazság azonban az, hogy valójában ők olyan tehetséges, okos és fegyelmezett nők, akik a hagyományos munkaerőpiacon hátrányban vannak. Például a kisgyermekes édesanyák, a 40 fölötti karrierváltók, a kiégett alkalmazottak, a vidékiek, a tartós betegek és a bántalmazott nők. Épp ezért nekik ez a munka a minden. És én megmutatom nekik, hogy van kiút egy bántalmazó környezetből, egy mérgező mókuskerékből, és az érzésből, hogy már senkinek sem kellünk. Nekem kellenek. Számukra hoztam létre egy zárt Facebook csoportot, ahova az elmúlt 5 évben több mint 4500 szakmai bejegyzést készítettem. Heti egy hírlevelet szoktam kiküldeni a hírlevéllistámra feliratkozóknak. Ebbe a zárt Facebook csoportba teszem közzé időről időre a virtuális asszisztens képzésemre szóló bejegyzéseket, melyek néhány posztot követően nagyon gyorsan be is telnek. A virtuális asszisztens képzés egyébként saját fejlesztés, saját módszereken alapul. Egyedülálló volt az országban, és azonnal használható tudást nyújt. Delegálni egyébként nem csak virtuális asszisztenseknek, bárkinek nagyon nehéz. Az én általam képzett virtuális asszisztensek azt is megtanulják, hogy hogyan tudják ügyfeleiket proaktívan segíteni a hatékony kiszervezésben. Készítettem egy delegálási forgatókönyvet, melyet most ezen a QR kódon te is le tudsz tölteni. 2024. február közepét írjuk, és 1 hónap volt hátra a következő képzésem időpontjáig. 50%-os áremelést eszközöltem az előző időszakhoz képest, így most az elvárt létszám a korábbi 100 fő helyett most 60 fő volt. És akkor lecsapott a vihar.
az algoritmus megváltozott, és a Meta hátrányba sorolta a csoportokban megjelenő bejegyzéseket. A médiában a választások voltak fókuszban, és az én bejegyzéseimet senki sem látta. Megkérdeztem a kolléganőmet, hogy hány megrendelés érkezett addig, és a választól egy pillanat alatt omlottam össze. Egy fél éves bevételem volt a tét. Magamba roskadtam, a vállalkozásom majdani végét nem így képzeltem el. De aztán összeszedtem magam, magamra zártam az ajtót 48 órán keresztül, forgatókönyvet készítettem, stratégiákat gyártottam, összehívtam a válságstábot, és a végén megszületett a 4 pontból álló mentőakció. Egy ingyenes 90 perces webinár, egy előadás sikertörténetekről, és az időszak végig metahirdetések és hírlevélkampány. És én éreztem, hogy ezzel a mentőakcióval ki fogunk tudni szakadni a viharból. A terv első pontja az ingyenes 90 perces webinár, melyre a jelentkezést megtámogattuk metahirdetésekkel, hírlevelekkel és egy landing oldallal. Itt láthatjátok a landingnek a felépítését és a főbb funkcióit. A 90 perces webinár egyébként a képzést készítette elő, és a következő elemekből állt. Először ugye bemutatkozás, piaci körültekintés, majd 50 percben kifejtettem, kinek való a virtuális asszisztencia, kinek nem, mennyit lehet vele keresni, és a főbb kérdésekre kitértem. Majd a legnagyobb félelmeket oszlattam, mielőtt rátértem volna az értékesítés részre. Ezután 20 perc kérdezfelelek rész következett, ők csak írásban kérdezhettek, én szóban válaszoltam nekik. Erről a felvétel készült, melyet ugye kiküldtem, de csak 5 napig volt visszanézhető. És ahogy az óceánon, úgy a vállalkozásunkban sem tudhatjuk, hogy a következő pillanatban nem csap le egy újabb vihar, vagy ér egy cápa támadás minket, így jöttek is a problémák. A regisztrálók a feliratkozáskor nem kapták meg a belépési adatokat. A webes partnerem kiesett, így egy új kolléganő érkezett, akinek azonnal nulláról kellett mindent átvennie. A hírlevél adatbázist át kellett költöztetni egy új rendszerbe folyamatos technikai problémák miatt. A hirdetéseinket letiltotta a rendszer. Át kellett írni őket, még a weboldalunkat is. A hirdetésekben egy metahiba miatt nem jelent meg a feliratkoztató gomb. A webinár oldalán mindig felugrott egy pop-up ablak, amit nem tudtunk kikapcsolni, és így az odalátogatók letöltöttek egy ingyenes tartalmat, de már nem iratkoztak fel a webinárra. És végül a kegyelemdöfés, a Meta eltüntette a Facebook profilomat. Ilyen kaotikus helyzetben is több, mint 800-an beregisztráltak 4 nap alatt erre az ingyenes webinárra. A terv második pontja egy hírlevél kampány indítása volt. Itt láthatjátok a gyakoriságot, az általam jónak ítélt címeket, a megnyitási arányokat és az átkattintásokat. A terv harmadik pontja metahirdetések voltak. Először az ingyenes webinárra mentek, ekkor 50 000 forintos hirdetési keretből 20 kreatívot teszteltünk 4 célcsoportnak, és kb. 60 forintra jött ki egy feliratkozó. Ezt követően a hirdetési kampány már konkrétan a képzésre irányult. Ekkor az 50 000 forintos keretből már 2,6 millió forint bevételt azonnal realizáltunk. Így 1429 forintba került egy vásárló, a termék ugye 89.900 forintba került. A terv negyedik pontja pedig egy előadás volt, ahol sikertörténetekről számoltak be egy kisgyermekes édesanya, egy 40 fölötti karrierváltó és egy múltis alkalmazottból lett digitális nomád. Nagyon szerették a beszélgetést, több mint 1800-an látták. A 4 pontból álló mentőakció eredménye felülmúlta a várakozásokat, mert az elvárt 60 fő helyett 114 fő résztvevő lett. A bevétel 9.125.000 forint lett, és volt egy cross-sell ajánlat is, ez egy később időpontban 3x4 óra előadás volt, ez plusz 1 millió forintot hozott. Kikerült tehát a hajóm a viharból, és visszatért a nyílt óceánra. Az eredményből látszik, hogy az automatizáció és a delegálás az nem csak a kényelem miatt fontos,
hanem a bevétel növelése miatt is. Én tudom, hogy a megérzés az nem fér bele egy Excel táblába, de ha vannak jól bevált folyamataid, egy lojális csapatod és egy erős belső iránytűd, akkor az intuitív és a tudatos vezetés együtt tökéletesen működik. Köszönöm szépen!